Sziasztok, én Forzor vagyok, és ma újból TikTokos bűvész trükköket fogok kipróbálni. Ezeket a trükköket, amiket meg fogunk nézni, nyugodtan ti is követhetitek így velem együtt, és akkor olyan lesz, mintha együtt tanulnánk meg. És akkor kezdjünk is az elsővel. Az első kívül azt látszódik, hogy egy lebegő toll trükk lesz, úgyhogy nézzük is meg. Want to learn this pen floating trick? You need a pen? Nem rossz, jól néz ki. You put one end into the pen like this, and then you hold the other end with your fingers. Okay. Pull it and relax. Ez egyszerűnek tűnik, remélhetőleg van egy olyan tollam, amit lehet használni. Ezt megfogjuk és ide beletesszük. Itt van benne, és elfelejtettem, hogy ha jót meg kell nézzem. És úgy kell fogni, hogy ide kijön, így ide tesszük és lehúzzuk. Ugye természetesen úgy, hogy alul itt ne látszódjon, hogy ez itt van. És feljön. Akár jobban is lehet, kicsit lejjebb húzzuk. Csak ne lőjön ki nagyon, az talán annyira nem jó. Nézzük is meg. És fel is jön. Ez jó, ez jól néz ki, ez tetszik. Nézzük is akkor a következőt, ez nem tudom egyelőre, hogy miről fog szólni. Itt is egy toll van a kezében az emberkének. Egy toll. Igen. Ja, hogy ez nem volt trükk bemutató része, oké. Okay. Jó, hát ez így ennyire nem sokat ér. Hát ennek igazából úgy lett volna értelme, hogy először megmutatja a trükköt és utána magyarázatot, de nem baj, ezt nézzük is meg. Akkor itt is van a toll, majdnem ugyanolyan, mint az övé. És akkor itt a pöcögtető, nem tudom milyen, ide tesszük, és nincs toll. És utána, van toll. Nézzük meg egyszer. Ugye látni is lehet, hogy semmi nincs egyáltalán itt a kezemben. És ez nem volt valami jó, még egyszer. Ugye lehet látni, hogy semmi nincs a kezemben, teljesen természetesen fogom, illetve tartom itt a kezemet is. Annyit kell csak csinálni, hogy és van egy toll. Hát nem tudom. Ez nem a legjobb szerintem, remélhetőleg ennél még lesznek jobbak is. Nézzük is akkor meg a következőt, de hogyha eddig tetszik neked ez a videó, akkor nyomj rá egy lájkot. Here's your tutorial on how I took a pencil, jammed it through a dollar bill, and then when I pulled it out, there was no hole. The secret to this trick is that I lied. There actually is a hole in the bill. It's just not where you'd expect it to be. It's not down here. It's actually around this little circle. I carefully cut a hole there. From the front, it looks as though the pencil is just jamming right through the bottom of the bill. But when I show you from the back, you can see that it's actually just going out of that hole. Ooh, nagyon trükkös. Jó. Ez nem rossz, csak kell hozzá pénz. Ez nem akartam most egy rendes pénzt úgymond megkárosítani. Itt van egy kicsi ilyen lyukacska, és belejön a ceruza, és annyit kell csinálni, és át is ment rajta, és hogyha kiúzzuk, és megmutatjuk, és nem egy fehér papírunk van, akkor teljesen olyan, mint hogyha nem lett volna semmi baja. Ja, és egy nagyon jó plusz, amit még bele lehet tenni, hogy miután beletettük ezt a ceruzát, itt meg lehet akár mutatni is, hogy tényleg benne van. És utána le tudjuk itt nyomni, és ki tudjuk venni, és meg tudjuk mutatni. How to snap a penny. Step 1, you gotta know how to snap. Step 2, place penny between middle finger and thumb. Step 3, make sure you can get the penny to come out of your fingers the correct way. Doing that is easy. Place hand in front of you and snap the penny back to your chest like so. Okay. Step 4, once you have that figured out, okay, go ahead and turn your elbow up towards your target and then put your hand down a bit and snap then. Okay. And the last step is the easiest one. You just gotta practice. Nézzük így, mondjuk erre fog menni. Nem. Egyszer. Nem rossz. Le kéne ezt tesztelni. Itt van egy csomó kártyadoboz, és most az lesz a cél, hogy legalább egyszer eltaláljak, viszont átváltottam 10 forintosokra inkább. Remélhetőleg, hogy ezzel jobban fog menni. Ez veszélyesnek tűnik, úgyhogy csak óvatosan próbáljátok ki, és hogyha még kiskorúak vagytok, akkor használjátok hozzá szülői felügyeletet, hogy nagy valami bajotok legyen. Oh! Oké, okay. Ennél sokkal rosszabbra számítottam. Azt gondoltam, hogy legalább 10 percig itt fogok ülni és lövöldözni fogok, de szerencsére sikerült. Legalább 10-ből vagy mennyiből lehet találni 3 dobozt, úgyhogy ezt egy sikernek mondom. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy találtál benne te is valami érdekes trükköt, amit majd tudsz használni. Majd találkozunk a legközelebbi videómban. Sziasztok!